Köszöntöm a Summa nézőit! A Szolnok Televízió hírösszefoglaló műsorában ezúttal is a hét legfontosabb eseményeiről számolunk be. Tarol a Covid a gyerekek között, magas láz, makacs, köhögés, orfolyás, hasmenés, hányás. Ezekkel a tünetekkel maradnak leginkább otthon most Szolnokon is a gyerekek. Akadt iskolai osztály, ahol csak 8-an jelentek meg becsöngetésre. Egy-egy körzetben naponta 2-3 gyermek koronavírus tesztje pozitív. Idehaza 12 és 15 év közöttiek 38%-a kapta meg a vakcinát, a fiatalabbak oltása pedig december végén kezdődhet csak el. Negyed létszámmal működő óvodai csoportok és osztályok Szolnokon is. Országos tendencia, hogy a koronavírus negyedik hulláma egyre inkább fertőzi meg a 15 éven aluliakat. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a jelenlegi 38%-os átoltottságnál jóval magasabb, 90% feletti kellene ahhoz, hogy megálljon a fertőzés terjedése a gyerekek között. Sokkal több a fertőzött gyermek, mint a járvány korábbi hullámai idején. Többen is kerülnek kórházba. Ezt tapasztalják Szolnokon is. Nagyon rövid ideig tudjuk őket meggyógyítani. Nagyon gyakori a makacs köhögés, orfolyás, magas láz, hasmenés, hányás. Minden nap több gyereknél végzünk gyors tesztet, ahol minimum 2-3 gyerek pozitivitást mutat. Sajnálatos módon kórházba is kerülnek a gyerekek. Akár súlyos légzési elégtelenség is előfordulhat. A gyermekeket sem kíméli a vírus. A Hein Pál és a debreceni klinikai COVID osztály is teltházzal működik, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell venni, és a gyerekek oltása remélhetőleg ezt egy picit megváltoztatja. Nagyon széles a paletta, nagyon változatosak a képek, azonban ez a makacs, száraz, irritatív köhögés nagyon sokáig elhúzódva viszont nagyon sok gyereknél jellemző. Úgyhogy ennek következtében úgy gondolom, hogy más szemléletet kell vennünk, a gyerekek ugyanolyan veszélyeztetettek most a COVID fertőzésre, mint ahogy eddig azt gondoltuk, hogy ők csak tünetmentes hordozók. Több csecsemő is kórházba került az uralhatatlan köhögés miatt. Gyakran tapasztalnak visszaesést is. Az látszik, hogy a gyermekek védtelenebbek a koronavírus delta variánsával szemben. Különösen a túlsúlyos, sőt már cukorbeteg kicsik vannak veszélyben. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ szerint 2 hét alatt 3-szorosára nőtt, rekordszintre ugrott a 15 év alatti fertőzöttek száma. Több európai uniós országban is a fiataloknál és gyermekeknél mutatják ki a legnagyobb arányban a koronavírust. Idehaza a 12 és 15 év közöttiek 30%-a kapta meg a vakcinát, a fiatalabbak oltása pedig december végén kezdődhet csak el. Módosított menetrend, új buszok, költségkímélő tervezés és közel 1 milliárd forintos városi adósság. A novemberi közgyűlés elfogadta a város és a Volán közötti jövő évi szerződést, melyre nagy hatással volt az elmúlt pandémiás időszak. A képviselők döntése értelmében 2022. december 31-ig a helyi közösségi közlekedés ellátására pályázatot kell kiírnia a városnak. Kevesebb utas megemelkedett benzin és egyéb költségárak. Ez jellemezte az elmúlt évben Szolnokon is a helyi közösségi közlekedést. A pandémia a buszok kihasználtságára is hatással volt. Mindez új helyzetet teremtett a város és a Volán közt meghosszabbított szerződésre is. A vírushelyzet miatt a Volán felé az elmúlt években több 100 millió forint tartozást halmozott fel Szolnok. Ezt is rendezni kell, tartalmazta az előterjesztés. 2022-ben már közel 1 milliárd forint elmaradás lesz, ebből 2021. december 15-éig 350 millió forint veszteségtérítést fizet ki a megyeszékhely. Elfogadom, hogy például a Volán az egyértelműen hiteles számlák és így tovább alapján állította össze a követelését, de hát sajnos arra nem kaptunk választ menet közben se, hogy az állam kötelezettségeit, azt mennyiben teljesítette. Gondolok itt arra, hogy ugye a 65 év felettiek ingyenes utazásának megtérítése. Gondolok arra, hogy diákok közlekedésének, kedvezményeinek megtérítése, és így tovább. Át kell gondolni, hogy miként lehet a költségeket csökkenteni, és 2022 év végéig, amikor lejár a Volánnal a jelenlegi szerződés, új pályázatot kell kiírni a helyi közösségi közlekedés ellátására. Erről is döntöttek a képviselők.
Szolnokon 173 forint per kilométer a volán költsége. Ez az egyik legolcsóbb, mondta Szalai Ferenc, aki szerint elfogadhatatlan, hogy a közösségi közlekedésre szánt állami támogatás 90%-át Budapest kapja. Most a volánnál jobb ajánlatot nem tudunk kapni. De megyei jóvárosok szintjén továbbra is kell azon dolgoznunk, hogy amit előbb mondtam, ne önkormányzati feladat legyen. Nem jó. Hát egész egyszerűen ezt így nem lehet igazából kigazdálkodni, és valóban a kedvezmények, amiket mondott képviselő úr, vannak állami kedvezmények, nyugdíjas, diák, nem tudom, fogyatékkal élő, döbbenetes kismama, döbbenetes forrás mennyiséget igényel valóban. A novemberi közgyűlésen elfogadott megállapodás szerint jövő év tavasszal 10 új zöldbusz érkezik a városba, valamint 40 új gázüzemű jármű áll be a helyközi közlekedésbe. Mindez tovább csökkenti a szolnoki buszok átlag életkorát. Jelenleg 13,5 év az átlag életkora itt Szolnokon az autóbuszparknak, és reményeink szerint jövőre, hogyha beérkeznek az elektromos autóbuszok és egyéb jármű átcsoportosításokat tudunk végrehajtani, akkor messze nem fogjuk ezt a 18 évet megközelíteni. Most sem közelítjük meg, és jövőre sem fogjuk. A novemberi közgyűlésen elfogadott napirend szerint 2022. május 31-ig új, módosított menetrendet kell készítenie a szolgáltatónak. Ennek kialakítását lehetőség szerint a lakossággal egyeztetve kell megtennie. Beruházás a biztonságos, jó minőségű ivóvízellátásért. Hamarosan kezdődhet a víz- és csatornaműveknél az a beruházás, melynek részeként szivattyúkat, kompresszort és aktív szén ágyakat cserélnek le. A szolnoki vízminőség minden tekintetben megfelel az előírásoknak, a berendezések cseréje azonban még biztonságosabbá és költségkímélőbbé teszi a szolgáltatást. Óriási szivattyúk a Tisza vízszintje alatt néhány méterrel. A folyóból innen jut a víz a rendszerbe. Ez a szolnoki ivóvízellátás első lépcsőfoka. A város még februárban pályázott egy darab ilyen nyers víz és három darab ehhez hasonló víztelenítő szivattyú cserére. Az ivóvízrendszer fejlesztése projekt részeként egy darab csavarkompresszort is vásárolhat a cég. Az eszköz az ózonozás terén a légkompresszor modernizálásánál létfontosságú. Ezek pedig már azok a medencék, melyekben az aktív szén adszorberágyak a mikroszennyeződéseket is eltávolítják a vízből. A 9 darab aktív szén ágyból most 2 cseréje megoldható. Nyugodt lehet a város afelől, hogyha az aktív szén szűrő, a 9 darab aktív szén adszorberágy ki van cserélve, akkor fogjuk tudni kezelni, ha érkezik egy cianid szennyezés, fogjuk tudni kezelni ezeket a szélsőséges nehézfém szennyezéseket, az áradásból megjelenő egyéb szennyezéseket, mert az adszorciós kapacitás tökéletes lesz. Az aktív szén ágyak közül 4-et egy korábbi fejlesztés során az elmúlt hónapokban cseréltek, tudtuk meg a műszaki igazgatótól. A 113 millió forintos fejlesztés 79,5 millió forintos pályázati részéhez 34 millió forintot az önkormányzat biztosít. A beruházás nem csak biztonságosabbá teszi a szolgáltatást, folytatta Magyar Né Bede Marian, az energiahatékonyságot is növeli. Most, amikor a villamosenergia áramvadásról beszélünk, a lehető legjobbkor érkeznek ezek a gépek, mert jelentős energiamegtakarítást fognak jelenteni, kulcsfontosságú elemekről beszélünk. Szolnokon az ivóvíz minősége minden tekintetben megfelel a jogszabályokban előírtaknak, hangsúlyozta a szakember. A jelenlegi pályázattal a munkafolyamat modernizálódik és válik még biztonságosabbá. A közgyűlés novemberben fogadta el a beruházásról szóló előterjesztést. Az eszközök beszerzése így elkezdődhet, azokat 2022. október 28-áig kell megvásárolni és üzembe állítani. Egy 1 milliárd forint értékű úgynevezett géplánc kerül jövőre a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatóságának szolnoki telephelyére. A megyei közgyűlés pénteki ülésén elhangzottak szerint a gépeket nem elsősorban itt fogják alkalmazni, mégis jó esély van arra, hogy a térség útjainak felújításában is hasznát veszik majd. A képviselők a megye mezőgazdaságának helyzetéről is tájékoztatót hallhattak.
Egy perces néma felállással kezdődött a megyei közgyűlés mai ülése. Ezzel a gesztussal adóztak a 48 éves korában elhunyt Szecsei Attila emléke előtt, aki 2010 és 2014 között volt képviselő a testületben. A munkaterv szerinti ülés első napi rendi pontja Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról szólt. A Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, idén 50 kilométernyi út újult meg a megyében, ami a tavalyi teljesítményt is meghaladja. Kovács Péter kitért arra, hogy bár a NIF fennhatósága alá tartozik, kiírták a közbeszerzést a 32-es, a 34-es, valamint a 45-ös út tervezésére. A 2025-26-ban megvalósuló beruházások a kapcsolódó mellékutakat és kerékpárutakat is érintik. A közgyűlés elé került jelentés kitér az M4-es út folytatására is, mely a Török-Szent Miklós-Kisújszállás közötti szakaszt érinti. A közút megyei igazgatója bejelentette továbbá, jövőre egy 1 milliárd forint értékű géplánc kerül a társaság telephelyére. A tervek szerint ez egy aszfaltterítőgépet jelent, 2 darab úthengert, 2 darab nyergesvontatót, 2 darab félpótkocsit és távlatban egy 1000-es marót, valamint egy bitumenszóró adaptert is. Meg kell említsem, hogy ez nem kizárólag a megyei utaknak a felújítását fogja szolgálni, Budapest irányítással fog ez a géplánc működni, Jász-Nagykun-Szolnok megyei telephellyel, de mindenképpen azt gondolom, hogy ebből a egyébként kollégáimra is rám rót több feladat mellett haszonnal is fogunk zárni, hiszen a gépnek az itteni telephelye nyilván a források rendelkezésre állása esetén azt gondolom, hogy segítheti az úthálózatnak a további felújítását is. A közgyűlésen a megye mezőgazdaságának helyzetéről is beszámoló hangzott el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a települési piacok erősítését szorgalmazta. Mint mondta, a helyi termelők és a vásárlók közti bizalom erősítése kulcsfontosságú, különösen most a Covid-járvány alatt. Hubay Imre Csaba az ágazat előtt álló legfontosabb kihívásnak az öntözés hatékonyságának növelését nevezte. 2 fontos éghajlati tényező hat. Van egy téli évszak, ahol a csapadék lejön, és van a nyári évszak, ahol az aszály megjelenik. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy a nyári évszakban az igényes kultúrákat, amelyek tulajdonképpen a agráriumban egy jelentős árbevételt jelentenek, versenyképességünket megtartják, fokozzák, és az élhetőséget biztosítják, mindenképpen szükséges az öntözésfejlesztés megvalósítása. Szó volt az agrároktatás erősítéséről is, amit ugyancsak stratégiai fontosságú helyi feladatnak nevezett a kamara elnöke. A képviselők mind a közutak állapotáról, mind pedig a mezőgazdaság helyzetéről szóló beszámolót elfogadták. Jól haladnak a tavaszi talaj előkészítő munkálatok Szolnok környékén is. A napokban lehullott csapadék az elvetett magoknak is jót tett. A gazdálkodók további csapadékban, illetve tartós hóborításban bíznak. Ez ugyanis az áloga a jövő évi termésnek. Szántás előtti főpróba Szolnok határában Rigó András tanyáján. Ez pedig már a fölszántott föld alig 1 kilométerre Szolnoktól Nagykőr irányában. A csapadékra a munkák megkezdése, no és persze az ősszel elvetett gabona kelése miatt is nagy szükség volt. Jászfegykor Szolnok megyébe a körülményeket figyelembe véve megfelelő lehetőség volt arra az ősz folyamán, megfelelő szárazság volt, hogy a talajmunkákat jó minőségbe, a nehéz körülmények ellenére el tudtuk végezni. A legfontosabb célunk az volt, hogy a betervezett gabonafélvéket, őszi búzát, őszi árpát, cici kávét, rozsot, őszi zabot el tudjuk vetni. Ez megtörtént, ez körülbelül 150 ezer hektár a Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében. Ezek a képek október 21-én készültek, jól látszik, amint szinte porba vetik a gabonát. A gabonavetés idejekor jól jött az, hogy porba vetettünk, hiszen megkönnyítette a vetés, magát a vetést. Utána viszont ugye nagyon jól jött ez a 30 mm eső, ami a napokban lehullott, hiszen ez a vetésnek sikerült kikelnie. A pontos mérések a becslést is túlszárnyalják. A csapadék, ami leesett a megyében 1-5 és 55 mm között van, tehát amit elvezettünk, gabonafélvéket jó körülmények közé kerültek, illetve a csapadék hatására megcsináltak és sorolnak. Tehát jó a kilátás.
azért még jöhetne egy jó 30 mm eső, utána egy jó nagy fagy, hogy ugye a nyári száraz rögöket szét tudja fagyasztani a erős fagy. A mínuszadnél körülbelül 200 mm a talaj vízkapacitását figyelembe véve, bízunk benne, hogy a téli évszakban ez a csapadék mennyiség egyenletesen beérkezik, de főleg hó állapotában. Egy jó 15 centi hótakaró jó lenne, hogyha egy februárig azért kitartana, de ilyen mostanában nem szokott lenni. Az általunk megkérdezett szakemberek egyike sem mert jóslásba bocsátkozni, ami a telet illeti. Minden esetre lehet valami az imént elhangzottakban. Ma már nincs vagy rendkívül ritka a tartós hóvidékünkön, ami a környék gazdálkodóit is rendre nehéz helyzetbe hozza. Egekben a műtrágya ára, ami nehéz helyzetbe hozza a magyar gazdákat, mondta tájékoztatóján Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese. Bizonytalan a helyzet, ami a versenyképességet is veszélyezteti, véli a politikus. A tájékoztatón elhangzottak szerint mindezek mögött a Nitrogén Művek ZRT, azaz Bige László áll. A vállalkozó egy napokban vele készült interjúban azt mondta, karaktergyilkosság folyik ellene, törvényes köntösbe bújtatva akarják elvenni tőle a cégét. Egy éven belül 7000 forintról 23000 forintra emelkedett a nitrogén műtrágya ára, kezdte tájékoztatóját Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Véleménye szerint ilyen mértékű emelés nem volt indokolt, erre nem is számítottak a gazdák, akik így nehéz helyzetbe kerültek. Tiltakozunk az ellen, hogy a nitrogén műtrágya ára, ami kiemelkedően nagy problémát jelent, ilyen mértékben emelkedik, egyáltalán nem gazdabarát módon, és jogosan elvárjuk azt a gyár tulajdonosától, illetve a cégcsoporttól, hogy reálisan közelítsen, és ne arra hivatkozzon, hogy a nemzetközi árak milyenek. A versenyképesség megőrzése érdekében alacsonyabb árakra volna szükség, folytatta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese. Véleménye szerint a Nitrogénművek ZRT olyan drasztikus áremelésbe kezdett, ami elbizonytalanította és kiszámíthatatlanná tette a magyar gazdálkodás jövőjét. Az elmúlt 7 évben mintegy 36 milliárd forint olyan plusz forráshoz jutott a nitrogénművek, amelyek kimondottan a magyar gazdatársadalomtól lettek elvonva, elszívva a különböző árakon keresztül. Ha most belegondolunk, hogy ez a 36 milliárd forint mit ér, csak egy példát mondok, itt előtte már erről éppen szót váltottunk a vendéglátóimmal. Ez annyit jelent, hogy évente az öntözésfejlesztés támogatására 17 milliárd forint jut. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez két évnek az öntözésfejlesztési támogatása, ami landolt effektív forintként a Péti Nitrogén műveknek a zsebébe. A kormány megfelelő lépéseket tervez annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság működhessen, hangsúlyozta a miniszterhelyettes, hozzátéve. Szükséges a kartelszigorítás és kiszámítható gazdasági feltételeket kell teremteni. Bige László egy napokban vele készült interjúban azt mondta, karaktergyilkosság folyik ellene, törvényes köntösbe bújtatva akarják elvenni tőle a cégét. Elismerték a Szolnoki Vár látogatóközpont belső építészet tervezőit, az épület modern belső tereinek megálmodói, Álmosdi Árpád és Csendes Mónika a fénnyel, a terekkel, a textúrákkal is kiválóan gazdálkodtak a látogatóközpont belső tereinek elkészítésekor. Noha nem belső építészek, és a vár klasszikus értelemben vett belső dizájnja még el sem készült. Az Európa Design belső építészeti külön díját kapták meg Álmosdi Árpád és Csendes Mónika építészek a Szolnoki Vár kapu látogató központ tervéért. A média építészeti díj egy sajtó által odaítélt elismerés. Egy média esemény, aminek az a célja, hogy az építészetet egy kicsit közelebb vigye a hétköznapi használókhoz, és több médiumot is megszólítanak ilyenkor. És ezen belül külön díjakat adnak ki, és ez a belső építészeti külön díj, ez egy ilyen, ennek a média építészeti díján belül kaptuk meg. A 70 zsűrizett épület családi ház közül a Szolnoki Vár belső terei nyerték el a zsűri tetszését.
Úgy, hogy klasszikus értelemben a vár belső építészete még nincs is kész. Se textíliák, se bútorok nem díszítik még a teret, mégis kiválóra értékelték az építészeti attrakciót. Míg a többi díjat a sajtó képviselői, ezt szakmai zsűri adományozta, mely belső építészetet oktató egyetemek vezetőiből állt. Sötétek a terek, zegzugosak, erőteljes anyagokat használtunk, mint például a nyers tégla, nyers beton, ami szintén felidézheti akár egy laikusban is azt, hogy akár ahogyan egy régi várba járkál az ember, ott is ugye kőfelületekkel találkozik, durva felületekkel, nyers felületekkel. A zsűri külön értékként emelte ki, hogy a tervezés során szépen gazdálkodtak a természetes fényekkel és kontrasztokkal. Az árnyékokkal való játék, a kint és a bent, a reggel és az este, a tél és a nyár szintén része volt a tervezésnek. A vár külső kivitelezése miatt ellentmondásos visszajelzéseket is kaptak a tervezők. Mi egyébként szeretjük az értelmes kritikát. Tehát, hogyha úgy szólnak hozzá, hogy az megfogadható, illetve megválaszolható, az szerintem nagyon jó dolog, az segíti a munkánkat. Nyilván, hogyha ilyen érzelmi kitörések vannak, azt kénytelenek vagyunk negligálni, mert azzal nem lehet semmire menni. Az egzugosságot az akadálymentesség teljesítése ellenére sikerült megoldaniuk. A nyers és csiszolt felületek, a beton és a fénnyel megtöltött üveg különleges élményt nyújt a betérőknek. Semmi felesleges, mégis komplex. Hamarosan döntés születik, többszöri nekifutásra sem sikerült egyértelmű mindenki számára kedvező megoldást kidolgozni a Rozmaringút egyirányúsítása kapcsán. A Városmajor útról nyíló, legforgalmasabb Virág utca elején a szolgáltató egységek miatt gyakran alakul ki torlódás, vagy éppen konfliktus a parkolóhelyek birtoklásáért. Cél, hogy mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek jó legyen. Régóta húzódik a Rozmaringút esetleges egyirányúsításáról szóló vita. Az utca elején lakók közül sokakat bosszant a posta, a gyógyszertár, a gyermekorvosi rendelő és az üzletek miatti intenzív forgalom. Ők többségében úgy gondolják, az út egyirányúsításával enyhül majd a nyomás, míg a távolabb és a szomszéd utcában, mely így kényszerűen ugyancsak egyirányú lenne, azok lehetnek többségben, akik ellenzik a döntést. A kérdés szavazásra bocsájtotta nemrég az önkormányzat. Minden háztartás kapott egy-egy voksolásra jogosító levelet, melyet kitöltve a mai napig lehetett a városháza vagy az utca elején lévő gyógyszertárban leadni. Az ingatlanonként kitöltött nyilatkozatot a napokban összesítik. Az eredményen múlik, hogy a Rozmaringúton miként alakul a jövőben a forgalmi rend. Az idei év során állami kitüntetésben vagy megyei elismerésben részesült szakembereket köszöntöttek csütörtökön az Avanovák Agora Kulturális Központban. Az ünnepségen Szalai Ferenc polgármester úgy fogalmazott, hálásnak kell lennünk munkájukért, hiszen hivatástudatukkal mindannyian öregbítik Szolnok hírnevét. Mert augusztus 20-a óta várom ezt a napot, mert amikor az augusztus 20-ai elismerések átadása során bárkivel találkoztam, akkor mindig az ott az érzésem, hogy na majd akkor összejövünk. Nagyon nehéz időket élünk, ez a legjobb bizonyíték, vagy egyik bizonyítéka, hogy na azóta, akkor majd mikor tudjuk ezt megtenni. Aztán eljött az október 23, és aztán mégis úgy éreztük, hogy azok az emberek, akik ezen a két jeles napon a teljesítményük okán olyan elismerésben részesültek, amelyek azt gondolom, hogy csak a kiváló teljesítmény után járnak, akkor ha nem is úgy, mint ahogy szoktuk, de egy rövid együttlétre álljunk meg egy pillanatra. Ezekkel a szavakkal üdvözölte az egybegyülteket dr. Kálai Mária országgyűlési képviselő azon az ünnepségen, ahol a szolnoki és a szolnoki kötődésű, szakmájukban kiemelkedő, sportágukban emberfeletti teljesítmény nyújtó, a közszolgálatában tevékenykedő szakembereket köszöntötték. Az Avanovák Agora Kulturális Központban rendezett ünnepségen Szalai Ferenc polgármester úgy fogalmazott: hálásnak kell lennünk a munkájukért, hiszen ki a maga módján öregbítette 2021-ben is Szolnok hírnevét. Ezek az apró mozaik darabkák is igen komoly kihatással vannak egy város megítélésére, oktatási, kulturális vagy éppen gazdasági szempontból. Ha megnézzük mondjuk a gazdaságot, elérte a gazdaság a 19-es év elejét, gyakorlatilag most 2021-ben
jegyzőasszonyék mindenféle kimutatásai alapján a 19-es év adóbevételeinek szintjét elértük. 0,6%-a csökkenés. Horváth Erika az SKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetője, a megye szociális díjában részesült. Nyár folyamán kaptam egy megyei szociális díjat, ami hát nagyon megható volt, és nagyon meglepődtem ezen a díjon. Nagyon jól esett, tehát ennyi év után, amióta én a szociális területen dolgozok, nekem ez volt a legmagasabb díj az életemben, és tényleg határtalan örömmel vettem át, és büszke vagyok rá, hogy ezt kaptam. Az pedig, hogy ma hívtak ide, ez is egy nagyon meglepő dolog volt, és hát az, hogy olyan mondattal hívtak föl, hogy a város büszke azokra, akik díjazottak voltak ebbe az évben is, hát ez egy plusz öröm, hogy Szolnok városa büszke rám is többek között. A tegnapi eseményen több mint 20 kiválóságot köszöntöttek. Egy év kényszerszünet után ismét felépítette jégpályáját a Szolnoki Szakképzési Centrum. A létesítményt a centrum tanulói, illetve a Szolnoki Tankerületi Központ iskoláinak diákjai használhatják az elkövetkező 3 hónapban. Nem csak az év utolsó hónapja, hanem a korsolya szezon is elstartolt ma a Szolnoki Szakképzési Centrumban. A pályát idén a Vásárhelyi Pál 2 tanítási nyelvű technikum diákjai avatták fel. A jövőben az iskolák a beosztásnak megfelelően 2 óránként váltják egymást a jégen. Az elmúlt évek tapasztalata az a pályával kapcsolatban, hogy a gyerekek nagyon szeretik, rengetegen jönnek. Saját iskoláinkból, a 8 szolnoki intézményünkből beosztás szerint járnak a gyerekek. A partner intézményektől kértük külön beosztást, és ők is rendszeresen érkeznek a jégpályára. A 450 négyzetméteres jégpályát a centrum pálya orientációs céllal, illetve a mindennapi testnevelés egyik eszközeként építette fel idén is. Azok a tanulók sem maradnak ki a téli programból, akiknek nincs saját korcsolya cipőjük, hiszen az intézmény minden diáknak biztosít a mozgás idejére egyet. A mindennapos testnevelés keretein belül a diákok megtanulhattak az elmúlt években korcsolyázni, akik hozzánk jönnek és az elkövetkező szakban hozzánk jelentkeznek, szintén megtanulhatják a korcsolyázás művészetét. Vannak olyan gyerekek, akik első botlatozások után a következő alkalom, amikor sorra kerülnek, akkor nagyon szívesen jönnek és már vígan róják a köröket a korcsolyapályán. A Szolnoki Szakképzési Centrum jégpályáján február 28-áig sportolhatnak a diákok. Elsőként Szentesen neveztek el közterületet Furkó Kálmáról. Az alföldi kisvárosban csütörtök óta a sportcsarnok előtti tér viseli az augusztusban elhunyt egykori kiképzőtiszt karatemester nevét. Augusztus 3-án életének 74. évében hunyt el Sihán Furkó Kálmán, vagy ahogy a Kyokushin karate alapítója, Oyama Masutatsu nevezte, a magyar szamuráj. Katonánk százainak volt a kiképzője, a testnevelője. Így aztán nem véletlen, hogy több ezer volt katona vallja magát Furkó Kálmán katonájának. És méltán büszke arra, hogy Szolnokon szolgált. Szentesen, akár csak Jászberényben, mai napig komoly kultusza van a Furkó Kálmán által Magyarországon meghonosított távol-keleti harcművészetnek. A hétdanos Brezovai Sándor azzal fordult a helyi képviselőtestülethez, hogy egykori mesteréről közterületet nevezzenek el a Csongrád-Csanád megyei városban. Az erről szóló előterjesztést támogatta a testület. Én nagyon büszke vagyok Szentesváros képviselőtestületére, én nagyon büszke vagyok Szentesvárosára, nagy tisztelettel köszönöm a Kyokushin Kai családnak és a Magyar Honvédségnek, hogy ezt együtt közösen mi ma megtehetjük, és emlékét mindig büszkén őrizni fogjuk. A városi sportcsarnok előtti tér december 2-a óta Sihán Furkó Kálmán nevét viseli. Nem vagyok benne biztos, hogy most letekint ránk. Az égitogyóból szószány mellett szerizre van ülve, tetszene neki mindaz, ami itt történik. Hiszen ő nem igazán a hírnél értette mindazt, amit tett. Neki ez volt az élete. Mi, akik most itt vagyunk, nem tehetünk mást, mint ezzel is tiszteletünket és becsületünket fejezzük ki, és ilyen furkoljunk békében. A park egyik sarkában már 2018 óta áll Furkó Kálmán emlékköve, amit a téravató után a hozzátartozók, tisztelők, bajtársak, tanítványok megkoszorúztak.
Szolnok önkormányzata évi 20 millió forinttal támogatja a megyénkben állandó lakhelyen rendelkező, a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán nappali képzésben résztvevő hallgatók tanulmányait. Ennek köszönhetően az eddigi havi 20 ezer forintos ösztöndíjat 40 ezer forintra emelték. Szolnok hazavár. A legutóbbi közgyűlési döntés értelmében a város 20 ezer forintról 40 ezer forintra emelte a felsőoktatási ösztöndíjat. A pénzt azok a hallgatók kaphatják, akik a megyében állandó lakcímmel rendelkeznek, és a Szolnok kampuszon tanulnak. A tavalyi 80-nal szemben idén több mint 300 hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Ez azt jelenti, hogy az a marketing munka, amivel elmondta az egyetem, hogy a szolnoki kampuszra érdemes jönni, és az egészségügyi képzés, ez egy komoly és felfutó lehetőség, mellette persze a gazdasági képzéssel karöltve, azt kell mondjam, hogy bevált. A következő évre most indítottuk el a marketing munkát, hogy a következő évre hasonló mennyiségű, nagyságrendű hallgató érkezhessen Szolnok. A tanulni vágyó fiatalok támogatása kiemelten fontos a város számára, folytatta a polgármester. A nappali alap, illetve mesterképzésben résztvevő hallgatók akkor kapják meg a megemelt ösztöndíjat, ha az egészségtudományi karon 3,5-es, a gazdaságtudományi karon tanuló hallgatók pedig 3,5-ös tanulmányi átlagot érnek el. A tervek szerint a hallgatók kollégiumi költségének egy részét is átvállalja a város. Ez a Szolnok Hazavár program egy újabb lépcsőfoka. A Szolnok Hazavár program jó néhány évvel ezelőtt azért indult el, hogy az ország egyetemein tanuló szolnoki fiatalok a második év, tehát egy befejezett első év után ösztöndíjat kaphassanak, ez maximum 80 ezer forint, amelyet ha Szolnokon helyezkedik el, kiválthatja a felét az a cég, aki Szolnokon alkalmazza, a másik felét a város rakja hozzá, de gyorsabban és kedvezményesebben önkormányzati lakáshoz juthat, aki végez. Ez egy pályakezdési lehetőség itt a városban. A Szolnok Hazavár program részeként már nem csak az egyetemi hallgatók, hanem a szakképzésben tanuló fiatalok is ösztöndíjban részesülnek. Hiánypótló színes, fordulatos hittankönyv jelent meg Magyarország kormánya támogatásával. A szerzők, szakítva a régi, öreg, poros módszerekkel, modern, a mai kornak megfelelő formában mutatják be a zsidó vallást, elsősorban a nem zsidó gyerekeknek. A sorozat ötödikeseknek szóló darabját szerdán mutatták be a Szolnoki zsinagógában. Ezt a szép, gazdagon illusztrált, modern formában íródott és szerkesztett hittankönyvet örömmel veszi kezébe minden gyermek. A kötet egy sorozat ötödik eleme. Létrejöttét Magyarország kormánya támogatta. A szerzők szakítva a régi, avid, poros módszerekkel, modern, vicces, fordulatos, a mai kornak megfelelő formában mutatják be a zsidó vallást, elsősorban a nem zsidó gyerekeknek. Ezek a könyvek a mai kornak megfelelően mutatják be a zsidó vallást. Elsősorban ezek a könyvek a nem zsidó gyerekeknek készültek, azoknak, akik meg akarnak ismerkedni egy olyan vallással, egy olyan kultúrával, amiről mondjuk sokat hallhattak, de közelről nem tudták őket megismerni. Csodás könyvek, forgatható könyvek, lehet belőlük tanulni, és lehet tovább lépni. A mai felgyorsult világban minden eszközt be kell vetni a tudás átadásához, hangsúlyozták a bemutatón. A erkölcstan és hittan oktatása 2013 őszében indult el. Abban az időszakban voltak, akik ezt nagyon erősen támogatták, és voltak ellenhangok is. Az elmúlt évek azt hiszem rávilágítottak arra, hogy hiánypótló volt ez az oktatási forma, illetve ez a tantárgy vagy tananyagnak a bevezetése. A szolnoki szülőknek körülbelül 20%-a választja a hitoktatást itt a városi szinten, és ezzel a tankönyvvel azt hiszem, hogy sikerül azt a hiányt pótolni, ami eddig a palettán hiányzott, és a szerzőknek köszönjük szépen a munkájukat. Amennyire természetes, hogy egy keresztény iskolában vannak hittankönyvek, a zsidóságnál ez nem volt így, mondta beszédében az államtitkár. 100 év hiánypótló munkáját most kell behoznunk. És most sikerült elérni oda, hogy 5-6 évnek az összefogásának eredményeképpen, fáradtságos munkájának az eredményeképpen elkészült az ötödikes tankönyv is. És ezt nyugodtan
keresztény felekezetű iskolákban is forgathatják. A könyv egyik szerzője a hitről és a közösségekről beszélt a gyerekeknek. Látjuk azt, hogy a gyerekek, a közösségek ezáltal erősödhetnek, és határozottan kijelenthetjük, hogy a magyarországi zsidóságnak a felemelkedéséért hálásak vagyunk a magyar kormánynak. A bemutatón természetesen maguk az ötödikes gyerekek is kaptak hazavihető példányt az új hittankönyvből. Egy héttel ezelőtt nyílt meg a karácsonyi falu a Hild téren. A pandémia miatt kisebb létszámban, de már várják az árusok a vásárlókat, akik a tapasztalatok szerint eddig még igazán csak nézelődtek. A karácsonyi vásárlási időszakra még mintegy két hetet várni kell, mondják az árusok. Bőrdíszművek, fehérneműk, ruhaneműk, apróbb tárgyak, ajándékok, konyhai eszközök és finomságok. A karácsonyi falu idén is ezernyi mindent kínál a Hild téren. Egy év szünet után a pandémia miatt kisebb létszámban vannak árusok, akik azt örömmel vették, hogy a szokásosnál hamarabb kinyithattak. Az igazi nagy vásárlási dömping azonban még nem indult meg. Nekem ez az első évem, itt tapasztalat még nincs. Egyelőre őszintén gyengus. Nagyon sokan még nézelődnek, bár egyre többen gondolnak már a karácsonyra. Igen, már karácsonyra nézelődök saját magamnak, sajnos. Most pénztárcát kerestem volna, elégedett vagyok a kínálattal. Nagyon, a hölgy nagyon kedves. A vevők mindent keresnek, nincs favorizált termék. Az apróbb, otthon használatos eszközöktől, a fakanalaktól, pohárkáktól, törölközőktől kezdve, a festményeken át a kabátokig. Nézelődnek úgy saját maguknak, inkább ha valami megtetszik, még nem gondolkoznak annyira előre, ahogy én tapasztaltam. Ilyeneket szeretek itt vinni, ruhákat nem, mert ha nem megfelelő, nehéz kicserélni őszintén. De úgy általában nézelődni jó, egyszer végig menni rajta. Megbízható az, hogyha az ember ilyen... Igen. Eddig még nem tapasztaltam rosszat. Az ár idén is meghatározó. A karácsonyi faluban, ahogyan azt az egyik árus mondta, inkább az olcsóbb termékeket keresik. Az áremelés azonban itt is érezhető. Emelkednek, durván emelkednek. Mindezt a beszerzési árakról Váróczi Jolánka egyéni vállalkozó mondta. Ők is drágábban kapják, ezt a vevők is megérzik. Egy kis drágulást azt minden esetre észrevettem. De nem tudom, nem néztem még szét teljesen, nem tudom, hogy mekkora igazából most ez a karácsonyi falu, hogy nem kisebb lett véletlenül. Keresek férfi térdzoknit, és most nem kapok. Most nem kapok. Ilyenek vannak, hát a másikon Mikulások vannak, ott meg nincsen. Úgyhogy mostan a választék is kevesebb a választék. Jobb volt, amikor végig a karácsonyi falu volt, mert nagyobb választék volt. Az egyik helyen nem volt, a másik helyen kapott az ember. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az igazán nagy karácsonyi vásárlási láz még várat magára. Az általában már évek során azt tapasztaltam, hogy olyan tizedike után. De hát az utolsó két hét az, amikor igenis karácsonyra vásárolnak az embereket, mert most, ahogy mondtam, hogy ezek a hölgyek, ezek még olyan saját maguknak vásárolnak, nem karácsonyra, nem karácsonyi szándékkal, és olyan tizedike után az, amit úgy elindul jobban, hogy ajándékokat vásárolnak. A karácsonyi vásár évvégéig várja a szolnokiakat. Természetesen az épp életben lévő koronavírus miatt hozott szabályok betartása mellett. Ha ezek változnak vagy szigorodnak, ahhoz a vásári forgatagnak is alkalmazkodnia kell. Már forog az óriáskerék a belvárosban, a karácsonyi falu mellé telepített látványosság már pénteken tesztelhető volt. Az 50 tonnás monstrum december végéig egész biztosan üzemel majd, sőt, az is lehet, hogy a tervezetnél tovább időzik majd a megyeszékhelyen. Utolsó simítások a világításon és nem csak szerkezetében, hanem látványában is készre jelenti az üzemeltető az óriáskereket. A hazánkban is egyre népszerűbb látványosságból, így a szolnokiak sem maradnak ki. Szeretik, nagyon nagy sikere volt mindenhol ennek a korábban, ahol meg két helyen voltunk idáig, Vácon meg Balassagyarmaton, de mindenhol nagy sikere volt ennek a szerkezetnek. Szolnokon pénteken 14 órakor veszi fel első utasait a kerék. Aki az építmény biztonságossága miatt aggódik, annak eláruljuk, hogy az 10 helyen van lebiztosítva.
nyitva. A 30 méter magasra emelkedő gondolák egy menet alatt három kört tesznek meg. A helyszínen tájékozódó Szalai Ferenc polgármester elmondta, a jegyeket a szolnokiak kedvezményesen vásárolhatják majd meg. A vállalkozóval kötött megállapodás értelmében, mint egy karácsonyi ajándékként, a családok átmeneti otthonának lakóit, a Nagycsaládosok Egyesületének tagjait és a szolnoki lakásotthonokban elhelyezett fiatalokat is vendégül látja Szolnok szeme. Az 50 tonnás monstrum az esztendő végéig egész biztosan üzemel majd, sőt, az is lehet, hogy a tervezetnél tovább időzik majd a megyeszékhelyen. Nagyon komolyan gondolkodunk abban, hogy hogyan tovább, hiszen ez december végéig áll majd itt ez az óriáskerék, aztán majd megbeszéljük, hogy a későjükben hogyan és miképpen tudjuk használni a városban. Idén is felkeresi a szolnoki óvodákat és a kórház gyermekosztályának kisbetegeit a Kóp Mikulás. Nem marad el a vonatozás sem, ám a korábbi menetrendet átírta a pandémia. Az esemény sikerén fölbuzdulva idén további két hazai nagyvárosba is ellátogat a cég Mikulása. Szerkesztőségünk archívumában több felvételt is őrzünk a Kóp Mikulás útjairól. Szám szerint 13 alkalommal gördült ki eddig a Mikulás kis vendégeit szállító szerelvény a városba, hogy megajándékozza a legkisebbeket élménnyel, és persze az elmaradhatatlan ajándékcsomaggal. A cég társadalmi szerepvállalása, fogalmazott ma a Kóp Szolnok ZRT vezérigazgatója, fontos pillére az emberekkel való kapcsolattartásnak. Ugyanezt erősítette meg Szalai Ferenc polgármester is, aki a céget a megyeszékhely stratégiai partnerének nevezte. Ilyenkor, amikor az ember egy év végén úgy gondolkodik, hogy mégis mi történt az egész évben, azt kell mondjam, hogy az együttműködés, közös gondolkodás, amit a városban megjelenik, fegyelmezettség, ez eddig is segített abban, hogy túl legyünk egy vírushelyzeten. Most nagyon a közepén vagyunk, de azt gondolom, hogy most is ez az együttműködés, ez a közös gondolkodás, ez a fegyelmezettség tud túllendíteni minket sok-sok problémán, és hát ez az együttműködés ilyenkor a Kópon keresztül tetten érhető. A pandémia miatt tavaly elmaradt Mikulás napi meglepetést most a járványügyi előírásokat betartva szeretné pótolni az ötletgazda. A város 19 óvodáját meglátogatjuk, idén nem a vonattal, éppen itt a járványügyi előírások miatt személygépkocsikkal visszük el az ajándékot, tehát az ajándék eljut, nyilván átadjuk az óvodavezetőknek ezeket az ajándékokat, és az óvónők, illetve a dadusok fogják szétosztani a gyermekek között. Ugyanúgy eljut a Mikulás a kórházba is. Ott a kórház aulájába tudjuk átadni az ajándékot az ott betegeskedő kisgyermekeknek. Nyilván itt is a járványügyi szabályok nem engedik meg, hogy a Mikulás az fölmenjen a betegosztályra, de mégis azt gondoljuk, hogy a gyermekeknek talán a legfontosabb gyerekkorba élményt adni. Azokat a gyerekeket, akik a Mikulás vonatra szeretnének felülni december 5-én és 6-án, vasárnap, illetve hétfőn 15-től 19 óráig várják az adventi faluba, ahonnan non-stop körjáratként közlekedik majd a szerelvény. A részvétel térítésmentes, csupán a bolt plastikkártyáját vagy mobil alkalmazását kell bemutatni. Karácsonyra csenyétére szállítják azokat az adományokat, melyeket két kodályos diák kezdeményezésére gyűjtöttek a családok. Ruhák, könyvek, társas játékok és természetesen édesség szépíti majd meg a Magyarország legszegényebb településén élő gyermekek ünnepét. Már félig tele van adományokkal a Kodály iskola egyik tornaöltözője. Az intézmény két diákja a Csenyétén élő szegény gyermekeknek kezdeményezett gyűjtést. Az iskola tanulói rengeteg csomagot vittek már be. Csokoládé, ruhák, játékok, cipők, könyvek, még hintalovak is. Csenyétén 400-an élnek, közülük több mint 250 gyermek. Magyarország legszegényebb településének iskolájában már várják a szolnoki adományokat. Tudják, mert felvettük a helyi iskolával a kapcsolatot, érdeklődtünk, és valószínűleg tudják már, hogy valami fog érkezni. Annyira nehéz helyzetben élnek, hogy mindennek örülnek. Szerintem ők is együtt éreznek a gyerekekkel, és tudják, hogy nagyon rossz lehet, hogyha nem kapnak ajándékot karácsonyra. Szerintem örülni fognak nekik, még lehet meg is hatódnak tőle, és nagyon jól esett, hogy ennyi adományt összegyűjtöttünk itt az iskolába, és hogy mindenki segít nekünk. A napokban kezdik meg a dobozok tartalmának szortírozását, hogy minden gyermek a legmegfelelőbb ajándékot kaphassa.
A rengeteg adomány Csenyétére szállítását pedig az önkormányzat segíti majd. A diákok azt remélik, hogy jövőre egy másik szolnoki iskola veszi át az adománygyűjtés stafétáját. Kedden rendezték a civilházban az év utolsó, már karácsonyi adományosztását. A rászoruló családok olyan tartós élelmiszercsomagot kaptak, melyből már a karácsonyi asztalra is készíthetnek ételeket. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szolnoki partnerszervezete több mint 4000 embernek tud így segíteni. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szolnoki partner szervezete karácsony előtti adományosztást szervezett. A Kontakt Mentál Higién és Konzultációs Szolgálat két nagy áruházláncban gyűjtött, 40 önkéntessel szortírozták a tartós élelmiszereket, hogy ma átadhassák a dobozokat a rászorulóknak. 623 családdal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 4453 fő az a létszám, ami jelen pillanatban a látókörünkben van. A megyében két osztóponttal dolgozunk vidéken, illetőleg ez az osztópontunk működik Szolnok városában. Hál' Istennek az emberek tudják, hogy kihez kell fordulni, hogy segítség kell. Napi élelmiszert is gyűjtünk, ugye ez péntektől vasárnapig, illetőleg az ünnepeknél, és a beszállítóink miatt hál' Istennek egész évben tudunk tartós élelmiszert is adni a rászoruló családoknak. Az őstermelők is csatlakoztak a felajánlók köréhez, így zöldséget és gyümölcsöt is tudtak idén adni. Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton a városi rászorulók és családok érkeznek hozzánk, csütörtökön és kedden pedig a vidéki osztópontjainkon osztjuk az élelmiszert. A péksüteményt éppen a vidéki szállításhoz rakodják az autóra, miközben nagy a sorban állás odakint. Ez ugyanis az idei utolsó, karácsony előtti adomány. A tartós élelmiszerek nagyban hozzájárulnak majd a nehéz körülmények között élők ünnepének szebbé tételéhez. Készülődnek a karácsonyra Szolnok testvérvárosaiban is, van, ahol már áll a város karácsonyfája, van, ahol az csak december közepén díszítik fel. A legtöbb helyen a szolnokihoz hasonló ünnepi vásár és műsorok idézik meg a karácsonyi hangulatot. A helyi előadók mellett feltűnnek a helyi étel és ital specialitások is. Európai testvérvárosaink közül 5-öt látogattunk meg virtuálisan. Természetesen mindenütt a COVID-helyzettől függ az ünnepi programok lebonyolítása. Rihimäki 1968 óta testvérvárosa Szolnoknak, a finnekre és általában az észak-európai országokra éppen a karácsonyi ünnepkör kapcsán figyelhetünk kiemelt érdeklődéssel. Míg a város honlapján egy strandoló gyermek köszönt bennünket, ami a klíma miatt tudva levőleg nekik kuriózum, addig kicsit lejjebb görgetve már is belebotlunk a város karácsonyfáját ábrázoló cikkbe. Ebből kiderül, hogy finn testvérvárosunkban pénteken öltött ünnepi külsőt a főtér, ahol már áll a város karácsonyfája. A helyi önkormányzat 2500 eurót, azaz csak nem 1 millió forintot szavazott meg az idei programok lebonyolítására. Német testvérvárosunk honlapján a polgármester tavalyi köszöntőjét találtuk meg, ami akár ma is aktuális lehet a COVID miatt megfogalmazott aggodalmak okán. Több felhívást is találunk, ami a helyi karácsonyfa vására invitálja az érdeklődőket, majd ráakadtunk a számunkra fontos információra. Az emelkedő esetszám miatt idén elmarad a reitlingeni karácsonyi program. Ezután kerestük fel a 118 ezres olaszországi Forli webhelyét, ahol az olvasható, hogy az Aurelio Saffi téren 120 pavilon várja majd ajándéktárgyakkal, étellel, itallal a karácsonyt, pontosabban a december 25-ét megelőző három hétvégét. Ezután vettük Lengyelország felé az irányt. Bielszko Bialában is készülnek az ünnepre, bár némi lemaradással. Ott ugyanis csak december 17-ére állítják föl a város karácsonyfáját, és kezdődik a karácsonyi forgatag krumplis lángossal, forralt borral, és itt kéretik megkapaszkodni, uraim, forralt sörrel. Virtuális utazásunk Nagybányán ért véget, ahol kedden nyílt meg a karácsonyi vásár, a szezonális termékeket kínáló faházak mellett egy játszóteret és egy műjégpályát is felállítanak majd. Ami minden felkeresett helyen közös volt, az a koronavírus járvány miatt megfogalmazott esetleges programváltozás, ami sajnos nagyon is benne van idén a pakliban. Kedves nézőink, a Szolnok Televízió heti hír összefoglalóját, a Szummát látták. Hírek Plusz című műsorunkkal hétfőn várjuk Önöket reggel 6 órától. Friss hírekkel pedig este 19 órától számítunk figyelmükre. Viszontlátásra!